Kiáll a kapukon, elkezdi a várni. Egy zsidini sári, ma is szajozzálni. Hangos zeneszóval és vízzel teli vödrökkel indultak útnak a faluban az atalai legények húsvét hétfő reggelén. A bátrabb lányoknak, asszonyoknak, akik kimerészkedtek a házuk elé, nem mindennapi köszöntésben volt részük. Nem szoktam locsolkodni, csak erre jártam éppen. A kocsmában voltam és picces minden léptem. Hogy ma van a húsvét, kitartja ezt észben? De hogy nincs nálam körni, az már több, mint szégyen. Szabad elocsolni. Szabad, de csak szabad a fogét. Sem a hajuk, sem a ruhájuk nem maradt szárazon. Ők már biztosan nem fognak elhervadni, ahogy tartja a hagyomány. A civil kezdeményezésre indult programmal a húsvéti locsolkodás hagyományát szeretnék visszahozni. A résztvevők ruházatukkal is a régi szokásokat elevenítették fel. Nem kellett rajta sokat gondolkodni, aki ismer, azt tudja, hogy én ilyen szervező típus vagyok, mindenben részt veszek, nagyon szeretem is ezt. És gondoltam, hogy tehát van két kisfiam, járjanak el locsolni, ahogy régen minket is meglocsoltak, de ahogy ezt látom, tehát már ez nem népszerű, nem menő, nem trendi, de szerettem volna, hogyha tényleg úgy Isten igazán visszahozzuk ezeket a régi hagyományokat. Most gyakorlatilag szülői kezdeményezésre indult egy húsvéti locsolás. Egy locsoló brigád indult reggel 8 órakor egy platós autón zenei kísérettel, és aztán a falu minden utcáját végigjárták. Azok a lányok, akik bevállalósabbak voltak, ők ha kiálltak a ház elé, akkor őket vízzel locsolták meg, és aztán most itt délelőtt folyamán fölértek a főtérre. Itt pedig, aki ide jön, hát ő is valószínű, hogy ő is vízzel fog kapni, de valószínű, hogy kölnik is elő fognak kerülni, és ezzel is meg fogják őket locsolni. Miután végigjárták a falut, a főtéren gyűltek össze a legények. A sikereken felbuzdulva a program főszervezőjét is meglocsolták. Majd arról is gondoskodtak, hogy a falu első embere se hervadjon el. A locsolkodásból szeretnének újra hagyományt teremteni Atalában. Jövőre próbálunk egy kicsit jobban erre rákészülni időbe, mert az az igazság, hogy tehát ezt nemrég gondoltuk ki durván egy hónapja, hogy jó lenne egy ilyen. És akkor elkezdtünk rá egy kicsit készülni, szerettünk volna lovaskocsit is, de sajnos azt nem tudtuk megoldani, talán majd jövőre. Kicsit féltünk, úgy őszinte leszek, mert tehát nem tudtam, hogy a falubeliek mennyire nyitottak erre, mert hogy azért tényleg, hogy elszoktak ettől. Úgyhogy kicsit félve indultunk neki, de aztán pár pálinka után úgy gondolom, hogy elég bátrak voltak, nyomtattunk is verseket, meg hát nyilván a gyerekekkel azért otthon is tanultunk. És hát én úgy gondolom, hogy elég jól sikeredett. Sajnos most itt a téren nem igazán gyűltek össze az emberek, de maga a felvonulás az tényleg nagyon jó volt. Atalában minden évben közösségépítő programokkal készülnek a húsvéti ünnepekre. Nálunk minden évben úgy kezdődik, hogy egy pár héttel előtte feldíszítjük a Atala főterét, mindenféle húsvéttel kapcsolatos díszeket próbálunk meg a gyerekeknek is egy kicsit kedveskedni, hiszen ők azok, akik legjobban igénybe veszik ezt a főteret ebben az időszakban. És aztán most az idén indítottuk a húsvéti stációt, ami még nem volt ebben a településben, tehát gyakorlatilag hagyományteremtő jelleggel indult. Minden nap, tehát minden egyes stáció máshol, más lakónál történt, mindenhol felállítottak akkor egy keresztet, és elmondták, felolvasták az ahhoz a stációhoz tartozó szöveget, ezzel is gyakorlatilag egy közösségépítést próbáltunk létrehozni, hiszen házról házra jártunk minden nap, amikor az adott kereszt felállításra került. Húsvét hétfőn délután pedig fészekrablásra várták a gyerekeket, ahol a rablók édességért cserébe egy általuk készített kis ajándékot hagytak a fészekben.